Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Moszkva tér mai adása, én Király Tamás vagyok, a mai vendégünk pedig Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője. Itt van velünk ezúttal a vonal túlsó végén. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Mielőtt még belevágnánk a mai témáinkba, egy gyors szolgálati közlemény: személyesen is találkozhatnak Stier Gáborral és velem 2023. február 24-én pénteken 18 óra 30 perckor a Lavazza Coffee Boutique, ez Budapesten található. Ott lesz, tehát a Lavazza Coffee Boutique-ban Budapesten lesz egy közönség találkozónk. Stier Gáboron kívül még Kis Benedek József és Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértők vesznek majd részt. Egy kerekasztal beszélgetésre invitálunk tehát mindenkit az orosz-ukrán háború egyéves évfordulója alkalmából. A belépés díjtalan, de nagyon köszönjük, hogyha regisztrálnak a videó leírásában található linken keresztül, hiszen akkor tudunk részletes információkat is küldeni az eseményről, meg mi is látjuk, hogy nagyjából hány ember várható, úgyhogy ezt így mindenképp szerettem volna az elején elmondani, és akkor ma kezdjük a fronthelyzettel, aztán fogunk majd beszélni a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum tanulságairól, illetve arról is, hogy mi várható a következő napokban az orosz-ukrán háború tekintetében, lévén, hogy ugye jövő héten lesz az egyéves évforduló, ráadásul Putyin is beszédre készül. De akkor fronthelyzet, azt lehet hallani, hogy Bakhmutban evakuálták a lakosságot, illetve hogy zajlik az ostrom, folynak a harcok Bakhmutnál. Hogy látod, mi történik, mik a legfrissebb fejlemények? Bakhmutnál tovább szorul az orosz gyűrű, és tovább halad az a 2-3 hónapja elkezdett felőrlő hadművelet, aminek az eredménye most már egyértelműen látszik, tehát nem csak Szoledár elfoglalása, hanem a Bakhmut körüli gyűrű szorítása következtében is. Tehát a legfrissebb fejlemény az, hogy a Bakhmut északi részén található elővárost, Paraszkovjevkát is elfoglalták a Wagner magánhadsereg csapatai. Ez azt jelenti, hogy északról egyre inkább elvágják északról is Bakhmut városát. Tehát amikor arról beszélt a napokban Yevgenyi Prigozsin, a Wagner csoportnak a vezetője, hogy 2-3 év is kellhet Oroszországnak ahhoz, hogy a Dnyeperig eljusson, és mondjuk a Donbasz felszabadításáig 1,5-2 év. Azért én úgy látom, hogy ez talán túlságosan óvatos prognózis volt, mert az oroszok lassan, megfontoltan, puhítva az ellenfelet haladnak előre, de azért most már Bakhmutnál is látjuk, hogy nagyon benne vannak a sűrűjében. Tehát nagyon benne vannak a sűrűjében, a harcok nagyon intenzívvé válnak, és Bakhmut, hát abban a pillanatban, hogyha azért teljesen bezárul a gyűrű, és most Paraszkovjevka elfoglalása egy újabb húzás ezen a nadrágszíjon, tehát újabb lehetőség megszüntetése. Ez azt jelentheti, hogy a város innentől, a város elfoglalása fölgyorsulhat. Tehát fölgyorsulhat, és akkor hetek, egy-két hónap alatt ezen túljuthatnak az oroszok, mármint Bakhmuton, ahol egyébként már polgári lakosság csak minimális számban tartózkodik. A végső evakuáció is folyik. Ebből a városból egészen biztosak lehetünk, hogy nem sok minden marad, hát meg abból sem, ami jelen pillanatban még van. Tehát ez a mariupoli ostromhoz hasonlítható, olyan tekintetben is, hogy lassú, elhúzódó. És hát ne felejtsük el, hogy utána ide, még ott van ennél is jóval nehezebb Kramatorszki vonal.
Akkor mielőtt a Kramatorszra rátérnénk, jött egy nagyon érdekes hallgatói kérdés. Duruc György írja, hogy a Bakhmuttal kapcsolatos a kérdésem, el akarják-e egyáltalán foglalni az oroszok? Az a gondolatom, hogy ez egy értékes hely az ukránoknak, ahova küldik az élőerős utánpótlást. Folyamatosan lövik az oroszok, egy lövészárkot kilő az orosz, azt feltölti az ukrán, kilövi, feltölti, stb. Tökéletes vérszivattyú. Ha máshova mennek, ott egy ilyen állapothoz, helyzethez nagyobb energiát kell befektetni, a meglévő, mint itt a meglévőhöz használni, ami miatt felmerült a gondolat. Egy út van szabadon, ahova utánpótlás mehet be, de be tudják lőni azt az oroszok. Ha 2 órát az orosz tüzérség rászánna, akkor úgy szétlőhetnék az utat, hogy csak békeidőben lehessen helyreállítani. Sok igazságban ebben a hozzászólásban. Az legfőképpen az, hogy Bakhmut ostroma is arra is szolgál, meg ez a lassabb haladás arra is szolgál, hogy a lehetőség szerint minél hatékonyabban pusztítsák az ellen másik oldalt, az ukrán oldalt. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy ez lassan fog haladni, tehát magának a Donbassnak a bevétele, de az ellenőrzés kiterjesztése az egész Donbass fölé, azzal is jár, hogy az ukrán erők így legjava itt nagyon-nagyon nagy mértékben megrogyhat. És Bakhmutnál is az egyik cél az, az oroszok egyik célja az, hogy mindenképpen az, tehát egyet minél kevesebb áldozattal járjon az ostrom, vagy a város bevétele. Egyébként be akarják venni, nem lehet kikerülni csak úgy Bakhmutot, mert nem tudnak tovább haladni. Tehát nem lehet a hátuk mögött hagyni egy várost, főleg akkor nem, amikor azért ott egy legalább 20 000-es ukrán csoportosítás van, ami rotációban működik, de az időfaktor olyan szempontból, még egyszer hangsúlyozom, hogy fontos, hogy az elhúzódó háború az ukrán veszteségeket nagyobb mértékben növeli, mint az orosz oldalon a veszteségeket. Ezzel párhuzamosan még egy dolgot kérdeznék ide, és akkor utána majd tovább megyünk a müncheni biztonságpolitikai fórumra, hogy néhány napja volt a vendégünk Bendazsevszky Anton, aki egyébként egy cikket is írt az Indexre azzal a címmel, hogy hogyan néz ki az a kelet-ukrán védelmi rendszer, amelybe eddig beletört az oroszok bicskája, és itt azt taglalja, hogy ugye 2014 óta Donbaszban nagyon komoly védelmi rendszereket építettek ki, ezek körkörös védelmi rendszerek, és még hogyha az oroszok el is foglalják Bakhmutot, utána számos más akadály van előttük, ami szintén ugyanilyen nehéz, sőt, akár nehezebb lehet, és ezért is tartja Anton reálisnak azt, amit Prigozsin, a Wagner csoport vezetője mondott, hogy hosszú időbe telhet még elfoglalni a teljes Donbassnak a területét. Te hogy látod ezt a kérdést? Ebben alapvetően nagy vita nincsen, tehát hosszú időbe telik, nagyon megerősített vonalakról beszélünk, tehát 3-4 védelmi vonal van, és a Bakhmut után is az oroszok előtt áll még legalább 2 olyan vonal, amit át kell törni, amit fel kell őrülni, és ez nem lesz egyszerű, ez nem lehet rövid idő alatt megtenni ezzel az ilyen erő mellett, ilyen erőcsoportosítás mellett, ugyanakkor azt is látni kell, hogy Ukrajna feltehetően, már most is látszik az, hogy az oroszok széthúzzák a frontot, de a közeljövőben feltehetően a széles 1200 km, vagy hosszú 1200 kilométeres front szakasznak több pontján is, vagy legalább még 1-2 pontján nagyobb arányú támadást hajthatnak végre, ami azt jelenti, hogy egyre kevesebb utánpótlás juthat a Donbaszba. Tehát a rotáció lassabb lesz, a rotáció minősége is lassabb lesz, és romlik. Ez pedig feltételezheti, hogy egy jó ideig még kemény lesz az ellenállás, és valamikor egy ponton megtörhet, összerogyhat. Tehát ez az oroszok elképzelése
és ezért gondolják, hogy az idő nekik dolgozik, hogy még egyszer hangsúlyozom, egyrészt kevesebb áldozattal megúszni ezt az egész háborút, benne a Donbass elfoglalását, és a másik oldalon pedig, hogy hát az egyik cél az ugye emlékezzünk csak rá, hogy a demilitarizáció, tehát ilyen értelemben is közelebb kerülhetnek Ukrajnának a meggyengítéséhez katonai értelemben. Akkor is, hogyha közben nyugati segítség az ömlik Ukrajnába, megy, nem hol ömlik, hol kevésbé, de megy bőven, viszont arra azt nem szabad elfelejteni, hogy élőerő is kell egy háborúhoz, élőerő is kell egy ország biztonságának, főleg ilyen helyzetben egy ország biztonságának fenntartásához, ez pedig nagyon-nagyon nagy mértékben fogy ukrán oldalon. Tehát most már egy nagyon érdekes dolog az, hogy a brit titkosszolgálat szokásos közleményeiben is olyanról ejtettek szót, hogy az orosz oldalon, hangsúlyozom csak, mert sokkal többet mondtak a nyugati oldalakról, hogy 50 ezer halálos áldozat lehet. Én is így gondolom, hogy nagyjából ennyi, miközben ukrán oldalon már nagyjából 150 ezer körül lehet az élőerőveszteség, és akkor még nem beszéltünk, hogy nagyjából háromszoros a halottak számának a sebesültek száma, és akkor hogy nézhet ki egyik vagy másik oldalon a hadsereg. Tehát ez a közeljövő szempontjából is fontos lesz, és ezért gondolom azt, hogy eljöhet az a pont nem holnap, nem holnap után, hónapok múlva, az is lehet, hogy egy év múlva, amikor egy gyorsabb, hirtelen összeomlás lesz, mert a felőrlés olyan belülés hosszú ideig nem lehet bírni akkor, hogyha az oroszoknak nagyjából ötszörös a tüzérségi fölényük, és közben az ukrán oldalon az élőerő is fogy. Látjuk, egyértelműen erről árulkodnak azok a képek, amelyek az erőszakos mozgósításról mutatják, arról szólnak. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami nagyon fontos lesz a jövő szempontjából, és olyan, amiatt is nagyon fontos lesz, hogy amennyiben az ukránok nem tudnak rövid időn belül, erre gondolok itt a tavaszra, valamiféle hatékony ellentámadást produkálni, akkor a nyugati elszántság is csökkenhet. Nem véletlen az, hogy mind Münchenben, mind ezt megelőzően Washingtonból olyan jelzések érkeztek Kijevbe, hogy gyorsítsák föl a támadásokat, gyorsítsák föl az előrehaladást, legyen valamiféle siker ukrán oldalon, mert a végtelenségig nem tudják Ukrajnát támogatni. Ugye, ha a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumot nézzük, akkor ott felszólalt Soros György is, és Soros György többek között arról beszélt, hogy Joe Biden amerikai elnök határokat szabott Ukrajna támogatására, mert szerinte el kell kerülni minden áron a harmadik világháborút, illetve, hogy Amerika támogatja Ukrajnát, de nem teljes, tehát, hogy nem végtelenek ezek a támogatási lehetőségek. Ez egybecseng azzal, amit te most itt mondtál a végén, de szerinted Igen. Mi a határ? Tehát a harckocsi, a tank a határ, vagy majd a repülő lesz a határ, vagy hogy mi a támogatásnak a vége? Az, hogy azt látjuk egyértelműen, hogy egyre modernebb fegyverek érkeznek, és egyre inkább olyan, egyre támadóbb fegyverek érkeznek. De hogy mi lesz a határ, az jelentős mértékben függ attól is, hogy alakul a frontokon a helyzet. Tehát ha az ukránok sikeresek, akár úgy, hogy egyértelműen láthatóan hatékonyan föl tudják tartóztatni az orosz előrenyomulást a Donbaszba, vagy ez fontosabb lenne, valamelyik frontszakaszon áttörést tudnak elérni, stratégiai áttörést, itt két eset állhat fönt, az egyik
Kremennajánál északon, Kremennaja, Szeverodonyeck, Liszicsanszk térségében, tehát a Luhanszki fronton képzelhető el egy ukrán támadás, vagy pedig a Krím irányába, Zaporizsia felől, az pedig a Melitopol-Berdyánszki irány. Tehát ha valamelyik részen át tudnak törni, tehát nem olyan sikert tudnak elérni, mint a herszoni vagy a harkivi fronton, ami nem nevezhető stratégiai sikernek, akkor elszántából lesz a nyugati támogatás is. Tehát akkor látják a nyugati oldalon azt, hogy érdemes az ukrán hadsereget támogatni, ha viszont ez nem következik be, az ukránok nem tudnak valamit fölmutatni, eredményt, sikert, akkor szépen olvad ez a támogatás. Tehát ezért nehéz megmondani, hogy meddig fognak elmenni, mert sok mindentől függ. Többek között attól is függ, és erről is volt szó Münchenben, hogy az európai, vagy a szélesebb értelemben, de főleg az európai hadipart föl kell futtatni. Tehát arról is szó volt, de Amerikában sem jobb a helyzet, hogy például amit nagyjából egy hét alatt az ukránok tüzérségi lőszerben ellőnek, azt az amerikai hadipar egy hónap alatt tudja legyártani. Tehát ilyen dolgok, ilyen számok vannak ott, amikor láthatjuk, hogy amelyekből láthatjuk azt, hogy az anyagháborúban nagyon nem állnak jól az ukránok, és én úgy látom, hogy az élőerő tekintetében sem. Tehát visszatérve az eredeti kérdésre, hogy meddig mehet el ez a támogatás, az, hogy a harckocsik jönni fognak, az már egyértelmű, azt látjuk. De, hogy mennyi harckocsi jön, ez megint csak friss hír, tehát ott panaszkodtak a németek, éppen most Pistorius védelmi miniszter egy interjúban beszélt arról, hogy az ígért csak a Leopard 2A6-os, tehát a modernebb típusú Leopardból ígértek először első lépésben 77 darabot, aztán utána kiderült, hogy abból a modern az maximum 31, tehát 31 volt a mondjuk egy korábbi ígéret, és most kiderült, hogy abból csak 17-et tudnak leszállítani. Ezt is két ország, Németország és Portugália. Németország 14-et, árvat Portugália. És szépen farolnak ki a dologból. Ezért nem tudom azt mondani, hogy mi lesz a következő lépés, a vadászgépek lehetnek, tehát hogy F-16-osokról volt szó, de az a Lengyelország, amelyik legnagyobb, az egyik legnagyobb támogatója Ukrajnának, az F-16-osokról körülbelül egy hét alatt átváltotta a MiG-29-esekre. Az is akkor lehetséges, mondták a lengyel politikusok, hogyha ez egy széles körű támogatás lesz, hogyha az Egyesült Államok is egyébként felszólították, sőt, fölhatalmazták az Egyesült Államokat, hogy vezesse ezt a, ugye van harckocsi koalíció, most repülőgép koalíciót, tehát nagy kérdés, hogy miből tudnak adni, és mennyit tudnak adni a nyugati oldalról. Tehát a támogatásnak ilyen korlátai vannak. Tehát nincs annyi fegyver, mint amennyi az ukrán győzelemhez kellene. Ez egyértelműen kijelenthető. A harmadik pont, ami ugye napirenden van, hogy nagy hatótávolsági rakétákat adjanak, az pedig azért kérdéses, hogy mernek adni, vagy nem mernek adni, mert nagyon tartanak elsősorban az amerikaiak és az nyugat-európaiak attól, hogy Ukrajna ezt arra használná föl, hogy mélyen bent orosz területeket lőjön, ez pedig a háború eszkalálódásának veszélyét veti föl. Tehát nem olyan egyszerű eszkalálni olyan értelemben, egyre jobb és minőségibb és több fegyvert adjanak az ukránoknak, ez függ az ukránok sikereitől, ez függ az nyugatiak lehetőségeitől, és bizonyos politikai megfontolásoktól is. Tehát egyértelmű Soros György felszólalásából is láthattuk, hallhattuk, hogy
a háború tekintetében nagyon, hogy úgy fogalmaznék, hogy visszafogott volt. Tehát egyértelműsítette például azt, hogy az ukrán győzelem az orosz birodalom felbomlásához vezette, stb., és akkor lerendeznék az orosz kérdést, de mikor Bakhmutra terelte a szót, akkor azért azt is elmondta, hogy nagyon bejött Putyinnak az a ötlete, hogy a Wagner csoportot veti be, és hát nagyon súlyos a helyzet Bakhmutban. Tehát akkor, amikor Soros György ilyen helyzetértékelést ad, az egyébként általában Oroszország bukásával kapcsolatban optimista Soros György, akkor láthatjuk, hogy komolyabb baj a fronton. Egyébként, ha már Sorosnál tartunk, akkor ő mindenképpen a nagyon forradalmi, meg ilyen kormány buktató hangulatban volt továbbra is, tehát ezen az oldalon úgy gondolja, hogy mind Oroszországban megoldható az orosz kérdés, de aztán kitért Kínára is, hogy Kínában sem fogja sokáig húzni, mondta ő, Xi Jinping és rendszere. Tehát én úgy látom, hogy Soros György is elsősorban ő már hagyományosan a kormányok megbuktatásában látja a befolyás növelésének az esélyét, és a háború tekintetében visszafogottabb. Egyébként az eltökéltség a felszólalók részéről, a nyugati felszólalók részéről Münchenben egyértelmű volt. Tehát mind Macron, mind Scholz, mind a brit miniszterelnök, mind a NATO főtitkárral, mindenki azt hangsúlyozta, hogy a végsőkig ki kell tartani Ukrajna mögött, Ukrajna mellett. Hozzátették, hogy hosszú háborúra kell számítani. Itt a felszólalók között még mindig Emmanuel Macron volt a leginkább realista, leginkább földön járó, amikor azért arról is beszélt, azt is elmondta, hogy nyitva kell hagyni a kaput a tárgyalásokra, tehát Oroszországgal előbb-utóbb beszélni kell, tárgyalni kell, és emlékeztetett mindenkit, hogy ő a háború elejétől ezen a véleményen van. Olaf Scholz ezzel szemben sokkal inkább így a fegyverszállításokra helyezte a hangsúlyt, ugye ki is jelentette, hogy azok nem a háborút hosszabbítják meg, és Ukrajna meg fogja tudni fordítani ezzel a háború menetét. Még elszántabb volt a brit miniszterelnök, aki azt arról beszélt, hogy meg kell duplázni a katonai támogatást. Most akkor itt teszek egy újabb zárójelet, és visszautalok arra, hogy igen, meg kell duplázni minden, de hát épp az előbb beszéltem arról, hogy a harckocsik tekintetében is a fölajánlások mondjuk után az elmúlt 2-3 hétben ott tartanak a nyugati oldalon, hogy 17 Leopard 2A6-ost tudnak küldeni, majd valamikor, amikor a kiképzés befejeződik. Tehát így közben viszont elvárják azt Ukrajnától, hogy hadi sikereket, mégpedig nagyon komoly hadi sikert érjen el, mert még egyszer hangsúlyozom, a támogatás, a fegyverszállítások legalább jelenlegi szintjének föntartása vagy fokozása, a minőségi ukrások, amik megjegyzem azért az eszkaláció veszélyével is járnak, azok nagyon sok tekintetben függnek attól, hogy hogyan alakul a front helyzete, mennyire maradnak az európaiak optimisták a háború végét tekintve, mert azért Münchenben is mindenki elmondta, mindenki aláhúzta, kihangsúlyozta azt, hogy Oroszország nem győzhet. De hogy ez milyen nehéz lesz, én szerintem nem reális ez a célkitűzés, de hogy milyen nehéz lenne ezt véghez vinni, azt világosan tudják, világosan látszik azokból a megjegyzésekből, mellékmondatokból, hogy de a háború nagyon el fog húzódni. Tehát
kezdenek leszállni a földre a nyugati politikusok is, és ez nem jó hír Ukrajnának, nem jó hír nekünk sem, mert a háború elhúzódik. Amikor pedig a háború elhúzódik, az a szomszédságnak egyértelműen fájdalmas, Európának egyértelműen rossz, Európa tovább gyengül, Európa versenyképessége, hát nem tudom, meddig bírja, meddig lehet még ezt rombolni. Miközben, mielőtt erre a beszélgetésre jöttem volna, meghallgattam Orbán Viktor miniszterelnöknek az évértékelő beszédét, és a miniszterelnök is úgy számol, hogy még évekig elhúzódhat ez a háború egyrészt. Másrészt meg arról is beszélt a németek kapcsán, ami egy nagyon érdekes dolog volt, hogy korábban a németek voltak azok, például a Krím idején is, akik inkább a béke irányába terelték a dolgokat, és akkor azt mondta a miniszterelnök, hogy Angela Merkel akadályozott meg egy háborút, most viszont olyan a német fordulat, hogy ha már valami beleállnak, akkor rögtön az élére állnak, és hogy teljesen más most a geopolitikai helyzet. Ez a nyugat. De mi a helyzet Oroszországgal, ahol azért szintén komoly mozgolódások vannak? Egyrészt Putyin ugye a héten találkozott a belarusz elnökkel, másrészt a napokban Putyin egy beszédet fog mondani, amivel kapcsolatban sokan azt találgatják, hogy bejelenti-e, hogy újabb területekre terjeszti ki a háborút, vagy pontosan mi lesz. Ugye itt lehetett arról is hallani, hogy a moldáv kormányban egyfajta orosz pucs jön létre, most azért mégiscsak azt látjuk, hogy egy nyugatbarát kormány alakult Moldovában, amit egyébként persze azt mondja Oroszország, hogy ők is tiszteletben tartanak. Szóval hogy látod ezt az egész történetet Oroszország oldaláról? Oroszország oldaláról, tehát egyértelmű az, hogy ott is fokozódik a helyzet. Tehát nem csak a nyugati oldalon vannak nagy mozgások, meg a fronton egyre intenzívebb harcok, tehát ott is mozog a helyzet, ezzel jár az, hogy Oroszországban is új dolgok várhatók. Kezdeném azzal, hogy Oroszország azért egyértelműen valamiféle támadásra, nagyobb offenzívára készült. Tehát ez a katonai része a dolognak, hogy nem véletlen az, hogy Putyin 21-ig keddi két nagy fellépése lesz, az egyik az éves beszámoló a Dumában, a parlament két háza előtt, a másik pedig még aznap a Luzsnyikiban egy nagy tömeggyűlésen. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy várnak tőle katonai értelemben is bizonyos bejelentéseket. Én óvatos lennék ezzel kapcsolatban, nem biztos, nem tudjuk természetesen, de nem vagyok benne biztos, tehát katonai típusú, katonai a frontot érintő bejelentésekre kell várni. Mások az egyébként ukrán oldalon rendkívül intenzíven arról beszélnek, hogy majd a mozgósításról, újabb mozgósításról beszél. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ez lesz, meg az is butaság lenne véleményem szerint, hogy most bármiféle konkrét célt kitűzzön, hogy hol, milyen területet fognak még elfoglalni, ezt nem szokták bejelenteni. Tehát az majd megindul, ha megindul. Ha nem jelentik be, nem is támadás. Tudják rajtuk számon kérni. Hát egyrészt nem tudják számon kérni, másrészt pedig hadászati szempontból sem szokták előre bejelenteni, hogy itt fogunk támadni. Tehát én másféle bejelentésekre várok. Egyébként Putyin meg szokta lepni olyan tekintetben is sokszor a hallgatóságát, vagy mindenek előtt a rendkívül nagy várakozásokkal az ilyen beszédekre tekintő nyugati oldal, nyugati médiát, hogy igazából nem erre tartogatja a nagy bejelentést. De ha igen, valószínűsítek például valami geopolitikai jellegű bejelentést. Nem véletlen az általa is említett mozgások egyike, tehát hogy Lukasenkóval már tárgyalt a belarusz elnökkel, és tehát nagyon jól tudjuk, hogy az orosz-belarusz államszövetség, a két ország integrációja nagyon előrehaladott állapotban van, tehát nem lenne váratlan dolog, hogyha ennek az integrációnak egy új szintjét jelentenék be. Ez az egyik. A másik az, hogy,
hogy Moszkvába várják az Abház elnököt, a Dél-Oszét elnököt, és még másokat is, ami feltételezhet egy szélesebb uniónak a bejelentését. Tehát nem tudjuk, hogy milyen formában mi lehet ez, de ilyenről is beszélnek az elemzők Oroszországban, hogy esetleg ez lehet egy komoly bejelentés. Egyébként, ha már itt a mozgásoknál tartunk, akkor nagyon erős a diplomáciai mozgás. Még egy pillanatra visszacsatolva Münchenbe felszólaltott a kínai külügyek első számú képviselője, Wang Yi is volt külügyminiszter, most a politikai bizottságban a külügyeket viszi, tehát a jelenlegi külügyminiszter fölött áll. Tehát nagyon sokat várnak attól is, hogy Wang Yi, aki München mellett Olaszországba, Franciaországba, nem mellesleg Magyarországra is ellátogat, és utána Moszkvába utazik, hogy vajon mit jelent be? Esetleg nyíltabban kiáll-e Kína Oroszország mellett az ukrajnai háborúban? Amit Münchenben elhangzott, abból az valószínűsíthető, hogy Kína továbbra is visszafogott ebben a tekintetben, nem akar nagyon mélyen belekeveredni, Oroszországot támogatja, ugyanakkor inkább a megoldásra, a béke erőfeszítésekre helyezi a hangsúlyt. És ehhez még hozzá kell tenni, hogy a napokban járt az iráni elnök Kínában, meghívta Iránba Xi Jinpinget, tehát lesz egy ilyen látogatás, várható most a mostani moszkvai látogatás kapcsán, hogy Xi Jinpinget Moszkvába is meghívják, tehát a másik az, hogy alakul egy orosz-kínai-iráni szorosabb szövetség is. Tehát én azt gondolom, hogy a geopolitikai típusú bejelentéseknek nagyobb esélye van, mint amelyek közvetlenül a háborút, illetőleg a katonai helyzetet érintenék. De az egyértelműsíthető, hogy Oroszországnak is lépnie kell, tehát valamilyen módon lépnie kell. Annak ellenére, hogy az orosz társadalom nem türelmetlen, természetesen ott sem a háború. Ott is szeretnék azt, hogy a háború minél előbb véget érne, de a támogatottsága a hatalomnak egyértelmű. Itt megint csak a nyugati fősodor médiában olvashatunk, hallhatunk nagyon sok vágyvezérelt megközelítést, akár Prigozsin kapcsán, hogy milyen nyomást helyez a Kremlre, hogy a Kreml pozíciói gyengülnek, ez egyelőre nem látszik. Tehát ilyen kényszerben Putyin nincsen. Putyint a nagy játéka, a nagy játszma kényszeríti igazából arra, erről már sokszor beszéltünk itt ezekben a műsorokban, tehát az kényszeríti arra, hogy mi ez a nagy játszma, tehát az, hogy ő az Egyesült Államokat tekinti az első számú vetétársnak, ellenfélnek, ellenségnek, és hogy az új világrendben elfoglalt orosz pozíciók szempontjából nem mindegy, hogy milyen hosszan ül bele Ukrajnában egy háborúba, és hogy jön ki abból. Tehát őt, hogyha az idő szorítja, mert nem csak az van az időfaktor, hogy az oroszoknak kedvezhet, ezt a beszélgetés elején beszéltünk, hogy miért, katonai szempontból az idő, viszont ebből e tekintetben, tehát hogyha a geopolitikai célokat nézzük, akkor végtelen ideje Oroszországnak sincsen. Tehát ezért egy nagyon bonyolultan alakulnak a dolgok, egyre inkább összekavarodnak a szálak, mert a
katonai sikerek nélkül egyik oldal sem, még több oldal van, legalább hármat fel tudnék sorolni, egyik oldal sem tud leállni, nem állhat le, olyan szintet ért el olyan szintre kerültek a tétek, hogy szinte mindenki valamilyen értelemben, valamilyen szinten győzelemre van ítélve, ezért a frontokon a helyzet alakulása az alapvető, ez nagyon fontos, és mindezek mellett egyrészt nyugati oldalon, mint ahogy Münchenben is láttuk, az Egyesült Államok nagyon szorosan összekapja a nyugati oldalt, tehát egyértelműen a szövetséget felsorakoztatja maga mögé, de Oroszország is mozog diplomáciai értelemben, mert ő is erősíteni próbálja, és nem csak ő, hanem Kína, India erősíteni próbálja a nem nyugati oldalt, amely egyébként, tehát hogyha már az időnéről beszéltünk, akkor mondjuk az Egyesült Államokat is szorítja, mert maga a háború és a háború körül kialakult feszült helyzet, ez fölgyorsította a nem nyugati vagy a globális dél önmegformálódását, és ez nem kedvez az Egyesült Államoknak, az amerikai hegemon pozícióknak. Tehát mind a fronton bonyolult a helyzet, de még bonyolultabb a nagy játszma, a világrend körül zajló nagy játszma tekintetében. Ez volt a Moszkva téradása. Köszönjük Stier Gábornak a részvételt, és köszönjük a hallgatóinknak is a figyelmet. Viszont hallásra és reményeink szerint viszont látásra február 24-én, pénteken, 18:30-kor Budapesten a Levezek Coffee Boutique bemutató termében, ahol egy ultrahang közönség találkozó lesz Stier Gáborral, Kis Benedek Józseffel és Somkuti Bálinttal. Regisztrálni a videó leírásában található linken keresztül tudnak. Stier Gábor, köszönjük szépen!